Sziasztok, én Kati vagyok, és ha emlékeztek, nemrég járt már nálunk egy elég extravagáns Acer laptop, aminek átfordítható volt a kijelzője. Amit mellettem láttok, az a gyártó mérnökeinek legújabb agymenése, amivel kifejezetten a hardcore gamerek igényeit próbálták meg kielégíteni, és bizony elég jó munkát végeztek. A Helios család legújabb, 700-as modellszámú tagja egy igazi tank a maga 4,5 kilós súlyával, és akkor még nem is beszéltünk a brutális méretű tápról, aminélkül egy óránál többet nem nagyon fogunk tudni játszani, úgyhogy ezt is mindenképp magunkkal kell cipelnünk, hogy bárhol elő tudjuk kapni az erőművet. Cserébe viszont egy olyan géppel van dolgunk, amit gyakorlatilag nem ismer lehetetlent. A hozzánk megérkező modell a legdurvább felszereltséggel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egy 9. generációs Intel Core i9-9980HK processzort, egy teljes értékű RTX 2080-as videókártyát, és nem a visszafogottabb teljesítményű modelleket, 64 GB RAM-ot, valamint 2 terányi SSD-t, természetesen RAID 0-ba kötve, és egy 1 TB-os HDD-t találunk a motorháztető alatt. Ez a hardware bizony kényelmesen kihajt bármit, amit ráengedünk, és még magas grafikai beállítások mellett sem kell egy percig sem izgulnunk azon, hogy nem lesz elég FPS-ünk. Kijelző egyébként egy csak Full HD felbontású panel, cserébe viszont 144 Hz-es képfrissítést és G-Sync támogatást is kapunk, aminek bizonyára örülnek majd a kompetitív játékosok, illetve azok is, akik a legújabb címeket akarják ultrán pörgetni, mert az esetleges framerate dropok teljesen észrevehetetlenek. Portok tekintetében is el vagyunk engedve, kapunk 3 USB 3.1-et, USB-C-t és Thunderbolt 3-at, mikrofon és fejhallgató csatlakozót, Ethernet csatlakozót, valamint DisplayPort és HDMI kimenetet is. Egy ilyen combos hardware persze meglehetősen izzad a műanyagházba zárva terhelés alatt, ezért találni kellett valami olyan megoldást, ami lehetővé teszi, hogy megfelelően hűtsük az alkatrészeket. Itt jön be a képbe a Hyperdrift Keyboard névre keresztelt billentyűzet, amit egyszerűen kihúzhatunk, és ilyenkor szabaddá válik a két hatalmas légbeömlő, illetve láthatóvá válik a Gorilla Glass mögé rejtett hűtőrendszer is. Ez a gyakorlatban valahogy így működik. Elsőre talán overkillnek tűnik a dolog, de kétségtelenül működik. A Helios 700 kemény terhelés alatt sem melegszik, teljesítményben pedig simán felveszi a versenyt a hasonló kategóriás asztali gépekkel, köszönhetően annak, hogy nem kell visszafogni a hardvereket. Komolyabb játékokhoz mindenképp érdemes így használni a gépet, már csak azért is, mert a tuning módok csak így elérhetőek. Ilyenkor szoftveresen tuningolhatjuk is a rendszert, hogy overclockoljuk a proci és a videokártya órajelét és mindent testre szabjunk, de ha valaki nem akar ezzel vacakolni, csak a lehető legjobb teljesítményt akarja, az megnyomhatja a beépített turbó gombot is, ilyenkor viszont készüljön fel arra, hogy nem lesz csendes a gép. Az Optimus Prime-os átváltozásnak bizony ez az egyik hátulütője. A brutálisan felpörgő ventilátorok nem kifejezetten csendesek, úgyhogy érdemes fejhallgatóval játszani, és ha egy kávézóban akarunk gémelni egy kicsit, akkor bizony fogunk fura tekinteteket kapni. A másik, hogy így már egy picit messzebb kerülünk a 17-szoros kijelzőtől, ami így bizonyos esetekben már nem feltétlen elég. Én, aki egyébként viszonylag közel ülök a monitoromhoz, örültem volna egy nagyobb panelnek. És hát persze értem, hogy hova már egy 17-szoros laptopnál nagyobbat, de azért lássuk be, lett volna még helye a kijelzőnek, hiszen a kávák nevetségesen vastagok, leginkább az előző évtized szörnyét idézik. Kétségtelen, hogy a Predator Helios 700 elég masszív kialakítást kapott, de sem elegánsnak, sem sportosnak nem igazán lehet mondani. De ha már a billentyűzetnél járunk, két dolgot még érdemes kiemelni. Az egyik a kihúzáskor keletkező csukló támasz, amiről elsőre nem is gondolná az ember, mennyire hasznos tud lenni. Mivel maga a gép elég vastag, a kezünket nem tudjuk az asztalon pihentetni játék közben, így viszont egy nagyon kényelmes helyzetet vehetünk fel, még ha a touchpad kicsit fura pozícióba is kerül. A másik, hogy a dobozban találunk néhány speciális kialakítású extra gombot, amik a hagyományos membrános megoldás helyett egy rugót kaptak. Ezekkel elviekben analóg gombokra cserélhetjük a WASD billentyűinket, ami például a lopakodós játékokban lehet hasznos, ahol mímelhetjük velük a kontrolleres irányítást és lenyomhatjuk csak félig a gombot. Mindent egybevéve a Helios 700 tényleg egy brutális szörnyeteg, ami simán felveszi a versenyt az asztali gépekkel. Talán nem ez a legelegánsabb gép, amit valaha láttunk, de a Hyperdrift billentyűzetet kihúzva extravagáns külsőt kölcsönözhetünk neki. A hatalmas légbeömlők és ventilátorok nagyon jól teszik a dolgokat és hűsen hagyják a gépünket, tényleg nincs olyan játék, ami megállítaná.
Csak kicsit szokni kell, hogy olyan, mintha egy hurikán közepéből játszana az ember. Nektek hogy tetszik az Acer Predator Helios 700? Írjátok meg kommentben! Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra. Én Kaci voltam, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!